A Magyarok Világszövetségének kezdeményezésére a jelenlegi országhatár több szakaszán is Trianon emlékfutást tartottak, maraton, ultramaraton, félmaraton és stílszerűen 1920 méteres szakaszokon. Az egyik maratoni táv a Hidasnémeti és Átora-Jaújhely közötti szakasz volt, amely után utóbbi város belterületén egy 1920 méteres szakaszt is tartottak. Nyitó beszédében Szamosvölgyi Péter polgármester kiemelte, hogy a sport is kiválóan alkalmas arra, hogy történelmi eseményekre emlékezzenek az idősebbek és fiatalok. A történelmet mindenkinek illik tudnia, mert aki nem tudja, az a mában nem tud eligazodni. Kicsi és nagy, nő és férfi, teljesen mindegy. Nekünk magyaroknak nagyon csodálatos, nagyon változatos történelmünk van. Sok fantasztikus, karizmatikus királyunk, miniszterelnökünk, államfőnk volt. De voltak nehéz napok, nehéz hónapok és vesztett háborúk is, és az újkori magyar történelem legnagyobb vesztesége, úgy, hogy nem veszítettük el a háborút, a trianoni békekötés eredménye volt. Magyarország nagyon nagy részét elvették. Mégis ma, a Nemzeti Összetartozás napján azt tudom nektek mondani, hogy ha nem is kis áldozatokkal, de a háborút mégis megnyertük. Mert van a világon 15 millió magyar, itt a Kárpát-medencébe is, Erdélyt, Felvidéket is beleszámolva 12-13 millió, és magyarul beszélünk, túléltük ezt is, és összetartozunk. Az ország több helyszínén megvalósuló programok közül a megyékben volt a legszínesebb a kínálat. Egy programkavalkádot szerveztünk erre a napra, és azt gondolom, most már délután tudom, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy az országhatár 7 szakaszán kerül megrendezésre hasonló szerkezetben ez a program, de mégis a miénk a leggazdagabb programokban, ugyanis mi kerékpártúrát is szerveztünk, kettőt is az esemény mellé, lett benne egy Nordic Walking gyaloglás, és a helyi emlékfutásokból ezen a szakaszon 4 is volt, meglehetősen szép szám. Programok utolsó megyei eleme volt a Sátora-Jaújhely főteréről induló 1920 méteres futás. Futás erőt Bodnár József megosztotta a kezdeményezés eredetét is a megjelentekkel. Próbáltunk egy olyan rendezvényt szervezni, amely abból indult ki, hogy 2020-ban Juhos Gábor sportbarátunk elhatározta, hogy körbefutja jelenlegi Magyarország határai mentén ezt a távot, és ez 40 nap alatt teljesítette. Ez azt jelenti, hogy naponta sokszor többet futott, mint egy maratoni táv. A mögöttünk van ez a vírussal terjedt időszak, és úgy döntött a szövetség, hogy most már kiterjeszti ezt a emlékfutást. Futás után mindenki egy emléklappal tért haza, és külön díjazták a legidősebb, valamint legfiatalabb résztvevőt.